Karácsony Gergely 2018-ban az ellenzék miniszterelnök jelöltjeként, tegnap főpolgármesterként az ATV-ben egy kérdésre azt mondta, igaz az a pletyka, hogy Orbán Viktor azt üzente neki, akkor nem akadályozza tovább Budapest működését, ha garanciát kap arra, hogy 2022-ben nem lesz újra miniszterelnök jelölt. Politikailag nem fér bele szerintem a demokratikus versenybe, de egyébként 128-szor megüzenték nekem különböző fideszes, hogy mondjam, csiripelők. Potentátok. Igen. Fürkészek és nem tudom mi. Portyázók. Hogy vonulja ki a belpolitikából, mondjam azt, hogy én nem akarok indulni a választáson, és akkor minden rendben lesz. Karácsony Gergely szóhasználatával a miniszterelnök egyik korábbi kijelentésére utalt. Fürkészeket és portyázókat küldtünk ki minden égtáj felé. Orbán Viktor így nevezte azokat, akiket a koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzésével bízott meg. Karácsony Gergely az utaláson túl nem árult el többet arról, kik és kinek a megbízásából kereshették meg az állítólagos ajánlattal, és bizonyítékot sem említett, de abszurdnak nevezte, hogy egy ilyen alkum újon a főpáros jövője. Hozzátette, amúgy sem célja, hogy újrainduljon a miniszterelnökségért. Rendkívül meg vagyok tisztelve az, hogy Budapest főpolgármestere vagyok. Nekem nincsenek ambícióim. A miniszterelnök tavaly októberben a választás éjszakáján együttműködést ígért az új főpolgármesternek. A fővárosiak úgy döntöttek, hogy most valami más következik. Ezt a döntést mi tudomásul vesszük, és csak annyit tudunk mondani, hogy az ország és a Budapesten élő emberek érdekében mi készen állunk az együttműködésre. Karácsony Gergely szerint azonban a kormány igyekszik ellehetetleníteni Budapest fejlődését és működését. Ma kerestük Karácsony Gergelyt, szerettük volna megtudni, hogy mivel tudja alátámasztani az állítását, amely szerint alkut ajánlottak neki, de nem akart nyilatkozni. A Fidesz azt írta, a főpolgármester inkább a Lánchíd felújításával foglalkozzon, szerencsétlenkedés és össze-vissza beszélés helyett.